Az 50 éves kecskeméti vadaskert a tanév kezdetén a legkisebbeknek kedveskedik, egészen péntekig tart az óvodások hete, melynek keretében a kicsik látványetetéseken és más színes programokon vehetnek részt. Az állatkert azonban nem csak nekik, hanem minden korosztály számára tartogat programokat a közeljövőben. Az iskolások hete szeptember 19-én kezdődik, majd október elején jön az Állatok Világnapja. Jövő héttől pedig kezdetét veszi az általános iskolások hete, ahol szintén hétköznap minden nap 10 órától látványetetéseket tartunk, ahol az őrvösmedvéket, a rézuszmakákókat és a csacsikat, illetve a dámszarvasokat fogják a gyerekeket etni. Illeszkedik a napi rendjükbe ez az időpont, úgyhogy délelőtt ebben a kellemes kiránduló időben egy igazán jó kis programnak ígérkezik. A programok sorait nem ér véget, az Állatok Világnapja 4 napos lesz a vadaskertben. Október 1-e és 4-e között szombattól keddig tart, ahol idén újdonságként délelőttönként nyitva lesz az Assisi Szent Ferenc kápolna is. Be tudnak a csoportok sétálni, és a látványetetés elején állatszentelés lesz, érkezik az egy atya, és a vadaskert állatait is megáldja, illetve vasárnap 4 órakor Szentmise keretében szintén lehet hozni háziállatokat is, a háziállatokat is megáldja itt a vadaskert előtti területen. Szombaton és vasárnap családi napra invitálják a látogatókat, ahol a látványetetés mellett bűvész, arcfestés, kutya bemutató is lesz az állatkert előtti park területén. A programok az Állatok Világnapja alkalmából hétfőn és kedden tovább folytatódnak.